Üdvözlök mindenkit! A Gigabyte-nak az egyik márkáját vizsgáljuk. K8100 Gaming Keyboard, azaz játék billentyűzet. Hát egy kicsit csaltam már, kinyitottam már a dobozt. Nem akartam itt nagyon sokat bénázni a kinyitással, úgyhogy lássuk is, mi van a dobozban. Egy hihetetlenül jól dizájnolt dobozról beszélhetünk. Tehát már a dobozon magán is látszik az, hogy nagyon dizájnos. Itt található a billentyűzet, természetesen magyar kiosztású pótgombok, VASD. Hát a billentyűzetről fedett kábel, aranyozott színű USB-je van, és hát burkolt USB kábelű, és hát van egy ilyen csuklóvédő része is, ami nem biztos, hogy mindenkinek szimpatikus. Na, hát a billentyűzet magyar kiosztású, ezt látszik is. Ott vannak az ékezetek, I, A, Ü. Hát akkor nézzük meg. Van rajta 5 fajta gombozat, egy módváltó is van rajta, illetve hangszabályzó. Ahogy kivesszük a billentyűzetet, mindjárt látjuk is a dizájnos dobozt, azért megmutatjuk. Ott a lemez Gigabyte, az lesz a telepítő lemeze. Illetve még egy dolgot mutatnék, hogy illetve többet is, a lábak ugye állíthatóak. Itt van elrejtve a kábel is, amit át is csatlakoztathatunk ide is, illetve a csukló támaszt levehető csavarosan, tehát nem ilyen pattintós módszerrel, csavarosan lehet levenni. Hát így kb. Ennyit a billentyűzetről, így kinézetre elsőről egész jónak tűnik.